Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj televízió híradóját látják, Vig Gabriella vagyok. Fő témáink néhány mondatban. Országos szakmai tanév nyitó Szekszárdon. Tolna vármegyében közel 6000-en tanulnak szakmát. Becsengettek. Több ezer diák kezdte meg az iskolát Tolna vármegyében. Ajándékot kaptak az elsősök. Több mint 360 kisdiák kezdte meg tanulmányait Szekszárdon. Már szedik a szőlőt a szekszárdi borvidéken. Szép borokra számítanak a szakemberek. Mesterségbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése. Ezt Csák János kulturális és innovációs miniszter mondta Szekszárdon az országos szakmai tanévnyitón. A Tolna vármegyei szakképzési centrum intézményeiben idén 5800-an ülnek be az iskolapadokba. Hisszük és valljuk, hogy az iskoláinkban folyó szakképzés akkor sikeres, ha alkotóközösségként a térség munkaerőpiaci igényeire figyelve, azt kielégítve végezzük oktató munkánkat. Ezt a Tolna vármegyei szakképzési centrum kancellárja mondta az országos szakmai tanévnyitón. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy az elmúlt években éppen ezért fejlesztették valamennyi intézményüket és a képzési struktúráikat is. Megtapasztaltuk, hogy a diákok az olyan oktatást igénylik, ahol ők maguk is tevékenyen vesznek részt a folyamatokban, igénylik az irányítást, de szívesen munkálkodnak a számukra izgalmas projektekben. Ez módszertani megújulást követel tőlünk, sok új gondolatot, feladatot, amit azt gondolom sikerrel megoldottunk. Horváth István a térség országgyűlési képviselője többek között arról beszélt, hogy az intézmény 8 iskolájában az elmúlt 4 évben több mint 4 milliárd forint értékű felújítás történt kormányzati segítséggel és pályázati forrásból. Az intézményben folyamatosak a fejlesztések, energetikai beruházások. A centrum valamennyi iskolája rendelkezik okosteremmel, idén márciusban adtuk át Szekszárdon egy az autószakmát oktatásához szükséges tanműhelyet, gyártás-szimulációs eszközökkel. 2022-ben adtuk át a mai rendezvény helyszínéről szolgáló Hunyadi Mátyás vendéglátó és turisztikai technikum és szakközépiskola modern, korszerű épületét, mely lehetővé teszi, hogy az itt tanuló diákok a legkorszerűbb ismeretek és technológiák mellett sajátítsák el szakmájuk ismereteit. Parrag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt emelte ki, hogy ma Magyarországon a foglalkoztatási ráta több mint 75%. 3.270.000 ember dolgozik. A statisztikában ez az arány még soha nem volt ilyen magas. A magyar vállalatok keresik a munkaerőt, jegyezte meg. És talán emlékeznek arra, hogy néhány évvel ezelőtt milyen vitákat váltott ki, amikor azt mondtuk, hogy a szakmatanulás kell, hogy legyen a középszintű tanulás centruma, és nem csak az elméleti tudás, és ezt elértük. Ezt elértük 10 év alatt, hogy ma többen tanulnak szakmát, szakgimnáziumban többen járnak, mint hagyományos gimnáziumban. Csák János kulturális és innovációs miniszter hangsúlyozta, mesterségbeli tudás nélkül nincs az embernek önbecsülése. Hozzátette, ahhoz, hogy kibontakoztathassuk tehetségünket, munka, szerető és gondoskodó közeg, valamint remény kell. És igaz az, hogy itt Tolna vármegyében főleg kis-közepes vállalkozások vannak, na de a világ egyre szűkebbé válik. Az, ami itt megtermelődik, ennek a régiónak a jövője, azon múlik, hogy olyan termékeket állítsanak elő az itteni vállalatok is, amelyek eladhatók szerte az országban és az ország határain túl. A csaknem 30 szakmát oktató Tolna vármegyei szakképzési centrumban 3400 nappali tagozatos diák mellett 2300 felnőtt is részt vesz a duális képzésben. A kormány célja az, hogy 2030-ra minden mai általános iskolás Magyarországon rendelkezzen legalább szakmával vagy tovább tanuljon, mondta el a György László, a Tanítsunk Magyarországért program koordinációjáért felelős kormánybiztos pénteken. Kiemelte, több kutatás is igazolja, van összefüggés a fizikai motorikus képességek és a szürke állomány fejlődése között, és a mozgással fejleszthetők a kognitív képességek is. Nem véletlenül tartja a mondás, hogy épp testben épp lélek, tette hozzá. Szeptember 1-én elindult a 2023-24-es tanév. Tolna vármegyében is több ezer diák lépte át az iskola küszöbét és kezdte meg tanulmányait. Az első napon évnyitó ünnepségek és osztályfőnöki órák keretein belül köszöntötték a pedagógusokat, gyerekeket.
Szeptember 1-én 8 órakor becsöngettek az ország valamennyi oktatási intézményébe. Bonyhádon a Széchenyi István általános iskolában volt, aki kicsit még megszeppenve érkezett élete első tanítási napjára. És vártam már a Nem vártad! Jobb lett volna még játszani. Még más csak egy gyors öleléssel búcsúzott. Itt összesen 40 elsős kezdte meg a 2023-24-es tanévet, mondja az igazgató. Augusztus 31-én megtartottuk a tanévnyitó ünnepét, ezzel kezdetét vette a 2023-2024-es tanév. Összesen 557 tanulóval indulunk el. El lehet mondani, hogy 22 általános iskolai osztályunk van, és 4 gimnáziumi osztály. Az első osztályt azt 40 tanuló kezdi el, a gimnázium pedig 32-en kapcsolódnak be a képzésbe. Jó, üdvözöllek benneteket a legelső iskolai napotokon. Ki tudja, hogy milyen nap van? Péntek, szeptember 1-e. És hányadikosok vagyunk? Az első napok még az ismerkedés, a ráhangolódás jegyében telnek. Osztályfőnöki órákkal kezdtek a diákok, ahol bemutatkozhatnak a tanítóknak, társaiknak, és persze szemügyre veszik a tankönyveket és az órarendet is. Személyiség függő, van olyan, aki fél óra után úgy jár ide, mintha itt született volna, van olyan, akinek pedig több idő kell. Én azt gondolom, hogy a pedagógusok ebben segítenek, és próbálnak olyan hangulatot, légkört teremteni, hogy egy-két héten belül mindenki megszokja az iskolának a hangulatát. A következő tanév első fél éve 2024. január 1-jéig tart, az utolsó tanítási nap pedig június 21-én lesz. Már 2 hónap telt el azóta, hogy a Gazdaságfejlesztési Minisztérium és a Versenyhivatal szakmai együttműködésének eredményeként elindult az árfigyelő rendszer, emlékeztet pénteki közleményében a szaktárca. Az online platform 62 élelmiszer termékcsoport esetében teszi lehetővé a fogyasztói árak átlátható módon történő összehasonlítását, amely az augusztus végén élesített újabb felhasználóbarát funkcióknak köszönhetően tovább fokozhatja a piaci versenyt a hazai kiskereskedelmi szektorban. A hagyományokhoz híven az idei évben is megajándékozták azt a több mint 360 első osztályos diákot, akik megkezdték tanulmányaikat Szekszárd általános iskoláiban. A csomagokat Gyurkovics János alpolgármester osztotta ki. Ilyen ami ilyen cipzáró. Nagy örömmel fogadták a tanévkezdésre kapott csomagjaikat a gyerekek a Szekszárdi Babits Mihály általános iskolában. A Tolnai vármegye székhelyen már hosszú évek óta hagyomány, hogy az önkormányzat ajándékkal köszönti az első osztályosokat, akik egyébként izgatottan várták az iskolát. Azért, mert megtanulhatunk mindent. Gyurkovics János elmondta, hogy mindig igyekeznek a gyerekek számára hasznos csomagokat összeállítani. Ennek hagyományai vannak itt annak Szekszárdon az önkormányzat részéről, és hát az idei évben is folytattuk a hagyományokat. Most ebben az évben a Babits iskolába jöttünk. Gyakorlatilag ennek az a lényege, hogy minden első osztályos, aki a szekszárdi iskolákba elkezdi a tanévet, szerény ajándékba részesül. Hát olyanokat céloztunk meg, amit a mindennapi élet során tudnak használni a kisgyerekek. Most egy tornazsákot és benne egy ilyen színes ceruza tartót kaptak. A Babits iskolában 68 kisdiák várta kíváncsian, hogy vajon milyen is lesz az a bizonyos sulis élet. Átadtuk az ajándékot, nagyon-nagyon okosan, értelmesen, ügyesen reagáltak itt az első pillanatokra. Hát a mai az még egy bemelegítő nap, és akkor hétfőn kezdődik az igazi munka és az igazi tanulás. Szekszárdon idén több mint 360 gyerek ült először az iskolapadba. Az eddig érvényes 10 millió helyett már 20 millió forintig legfeljebb 5 másodperc alatt teljesülnek az elektronikus úton indított egyedi belföldi átutalások idén szeptember 1-től az év minden napján 24 órában. Tájékoztatott a Magyar Nemzeti Bank pénteken. A jegybank az azonnali fizetési rendszert 2020 március 2-án indította el. Célja a hazai pénzforgalom hatékonyságának növelése, a fizetési piac és a magyar gazdaság versenyképességének javítása, idézték fel.
már szedik a szőlőt a szekszárdi borvidéken, van, ahol már két hete elkezdődött a munka. A borászok szerint az idei nedük kifejezetten kellemesek lesznek, és bőséges a termés is. Elkezdődött a szilet a szekszárdi dombvidéken. Fekete Mihály, a Fekete Pince vezetője 10 hektáron termeszt, főként kékfajtákat, de van fehér szőlőjük is. Ő azt mondja, az első fürtöket augusztus 15-én szedték le, az azokból préselt italok pedig már néhány nap múlva megkóstolhatóak lesznek a szekszárdi szüreti napok ideje alatt. Nagyon jók voltak az összetevőik, tehát a sav, cukorarány nagyon ideális volt, nagyon szép rozé készült belőle, úgyhogy következő majd a fehér szőlők lesznek, aztán szép sorba, éles sorba jönnek a kékfrankos, kadarka, siráz, merlot. A szakértő azt mondja, a tavalyi évhez képest nagyjából 10 nappal később kezdik idén szüretelni az egyes fajtákat. Ez főként az enyhe, elhúzódó tavasznak tudható be, és a nyár sem volt olyan tikkasztó, mint 2022-ben. Az viszont biztos, hogy az idei borok jók lesznek, és bőven lesz is belőlük. A tavainál talán még egy kicsit több is lesz. Tehát nyilván szabályozzuk a termést, hogy minden évben az igyekszünk ugyanolyan terhelést adni a tőkéknek, de gondolom, hogy körülbelül annyi lesz, mint tavaly, vagy egy picit több. Szekszárdon a szüret a tervek szerint szeptember 2. felében fejeződik be teljesen. Regionális híreink következnek. Megölte újszülöttjét Somogyban, Pécsen enyhítettek az ítéletén. Kötekedett, el akarta rántani a kormányt, részeg fiatal veszélyeztette egy busz utasait. Érvek, kritika helyett zene. Technóval nyomták el a politikus szavait az élő közvetítésben. Nem vár gyermeket szült, ezért megfojtotta a kisfiút, az a somogyi nő, akit ezért 16 év börtönre ítélt a kaposvári törvényszék. A vádlott azonban fellebbezett, így a pécsi ítélőtábla tárgyalta másodfokon az ügyét. A pécsi bírói tanács úgy döntött, hogy enyhít az elsőfokú határozaton. Vezetőszáron lábbilincsben érkezett az a nő a pécsi ítélőtáblára, akit újszülöttje megöléséért 16 évre ítéltek elsőfokon a kaposvári törvényszéken. Ez ellen fellebbezett, így a másodfokú döntést Pécsen hozták meg. A védelem arra hivatkozott, hogy a vádlott nem emlékszik tettére. A hormonok következtében olyan mentális zavart állapot állott fel, amikor is valójában nem tudja, hogy mi történik vele, és egy úgynevezett emlékezett kiesése van. Védencem a szakértők előtt elmondta, hogy a korábbiakban is az előző 3 terhesség alatt nagyon későn derült ki az, hogy egyáltalán terhes. Volt olyan szülése az előző 3-ból, amikor a korterem ajtajában jött világra a gyermeke, mert nem tudta, hol van, mit csinál. A vád szerint azonban a csecsemője megülésekor nagyon is tudatosan viselkedett, készültettére. Egy elhagyott épületbe ment, megszült a kisfiút, majd egy nadrág szárával megfojtotta. A holttestet egy műanyag zsákba rejtette és eldugta a helyszínen. A történtekről üzenetet is küldött férjének, mikor egy értesítés után rendőrök jöttek a házhoz és kutatni kezdtek. A vádlott 2022. október 14-én a Viber alkalmazáson a férjének olyan üzenetet küldött, hogy a rendőrség nem mehet a házhoz, mert a vér, meg ami kijött belőle, ott van egy zsákban, azt el kell tüntetni. Rákérdezett, hogy anya, ugye nem egy maga van benne. Erre a terhet a következőket írta. De nem egészen, csak ne lássanak vele, mert akkor halott vagyok és őrizetben lesznek. Kérlek, segíts! Ezekkel a kiegészítésekkel megalapozottnak tartom a tényállást. Az ítélőtábla végül döntött a büntetéséről, megváltoztatva a kaposvári bíróság döntését. Akit változtatja meg, hogy a kiszabott szabadságvesztés tartalmát 10 évre enyhíti. Egyebekben az elsőfokú bíróság ítéletét helyben hagyja. A kiszabott szabadságvesztésben a 2023. május 23 napjától a 2023. augusztus 31 napjáig előzetes fogvatartásban töltött időt beszámítja. A pécsi bíróság figyelembe vette, hogy már 3 gyermeket nevelt problémák nélkül, mikor újra terhes lett. Az egyenes szándékot pedig nem tekintette súlyosbító körülménynek. Az egyenes szándékot soha nem tekinti súlyosító körülménynek,
ezért ezt a bűnösségi körülményekből mellőzte a másodfokú bíróság. Összességében azt kell megállapítani, hogy a vádlott esetében az elsőfokú bíróság a cselekmény tárgyi súlyával és a vádlott személyében felismerhető társadalmi veszélyességgel arányban nem álló büntetést szabott ki, ezért annak a lényeges enyhítésére látott indokot a másodfokú bíróság, így a vádlott büntetését 10 év szabadságvesztésre enyhítette. Az ítélet jogerős. A 28 éves büntetlen előéletű Somogyban élő nő korábbi élettársi kapcsolatából két gyermeke, majd 2020-ban kötött házasságából egy további gyermeke született. A vádlott és a férje további gyermeket nem terveztek, ugyanakkor nem is védekeztek, így a vádlott 2022-ben teherbe esett. Ennek tényét azonban a környezete előtt tagadta. Belekötött az utasokba, cigizett, sőt a járművet is irányítani akarta az a férfi, aki ellen nemrég emelt vádat a pécsi járási ügyészség. A nyomozás adatai szerint alkoholos befolyás alatt veszélyeztette a buszozók testi épségét, életét a vádlott. A bíróság felfüggesztett szabadságvesztésre ítélte. Ez a komlói buszpályaudvar, ahová Pécsről akartak eljutni azok az utasok, akik 2022. decemberében az egyik járatra felszálltak Pécsen. Azonban az utazás nem alakult zökkenőmentesen. Az egyik felszálló ugyanis ittas állapotban inzultálni kezdte utastársait. Az egyik utasnak kivette a füléből a fülhallgatóját, a másiknak a fejét többször megütötte, illetőleg megfogta. Ekkor a buszvezető felszólította a férfit, hogy magatartását hagyja abba, illetőleg, hogy üljön a mellette lévő jobboldali első ülésre. A férfi ennek eleget tett, majd a busz elindult Komlóra. Menet közben azonban a férfi ismételten fölállt, illetőleg a többi utast is inzultálta, cigarettát kért, majd kapott is, és ezt követően rágyújtott a közlekedő buszon a cigarettára. Az autóbuszvezető ezt észlelve a buszt megállította, elkérte a férfitől az égő cigarettát, amit eldobott, majd felszólította a vádlottat, hogy üljön le és maradjon nyugton. Ezt egy ideig megtette, majd hosszú heténynél újra akcióba lendült. Akkor már a buszon tartózkodók testi épsége élete került veszélybe. A vádlott hirtelen fölugrott az első ülésről, majd a buszvezető mellé lépett, és ezt követően két kezével jobbra próbálta kormányozni az ekkor mintegy 60-70 km-es sebességgel közlekedő buszt. A buszvezető lélek jelenlétének köszönhetően erőteljesen más irányba kormányzott, illetőleg fékezett is, így sikerült tulajdonképpen a nagyobb balesetet, katasztrófát elkerülni, ugyanis bár az útpatkán áthajtott a busz, azonban még az árok előtt sikerült azt megállítani. Ezt követően a sofőr kihívta a rendőrséget, és véget ért a rémálomba illő utazás. Azonban az elkövetővel szemben vádat emelt a pécsi járási ügyészség. A vádlott magatartásával a buszon utazók életét, testépségét veszélyeztette, ezért a cselekménye a közlekedés biztonsága elleni büntet megállapítására alkalmas. Ennek a büntetési tétele 3 évig terjedő szabadságvesztés. Az ügyészség az egyébként büntetlen előéletű férfival szemben próbaidőre felfüggesztett szabadságvesztés kiszabására tett indítványt. A bíróság büntető végzésével ennek helyt adott, és 6 hónap börtönre ítélte, ennek a végrehajtását azonban 2 évre felfüggesztette. Az elkövető egy fiatal, 21 éves férfi. Az alkoholos befolyásoltság mellett nem vizsgálták külön, hogy esetleg valamilyen drog hatása alatt is volt a vádlott, mikor buszra szállt, tudta meg stábunk. Bár megkapta a szót, a kritikai felszólalás helyett zenét hallhatott az, aki nézte a pécsi közgyűlés keddi élő közvetítését az egyik napirendi pontnál. Az ÖPE politikusa a közlekedési helyzetről fogalmazott meg kritikát az iskolakezdés közelettével. A Fidesz politikusa szerint tudatosan cenzurázzák a jobboldali hozzászólásokat a pécsi közgyűlésben. Furcsa esemény, szem és fültanúi lehettek azok, akik a pécsi közgyűlés közvetítését élőben nézték kedden. A Pécs TV-n láthatják a testületi ülést az érdeklődők, azonban most más jellegű tartalom keveredett az eredeti esemény közvetítésébe. Kövér János frakcióvezető úr, a szó, parancsoljon. Köszönöm szépen a szót, polgármester úr. A valóságfertőzésben tényleg nagy tehetségük van.
Sikerült a polgármesternek most úgy válaszolni a feltett kérdésemre, hogy 18 helyen miért van felturva az út, hogy egyet kiemelt belőle, és mindjárt az államra mutatott, hogy az a hibás, aki finanszírozó támogatja a fejlesztést. Miközben egyébként ugye ez egy keopály. Ez csak egy részlet a megszólalásból, aminek szöveges részét elnyomja a zene, amit többször elindítottak. Itt csak néhány mondatot, szófoszlányt lehetett érteni az ellenzéket képviselő politikus kritikus megjegyzéseiből. Ez még nem fordult elő közgyűlésen, hogy egy felszólalás alatt közvetítésre technózenét csúsztassanak rá. Úgyhogy ez egy új műfaj, új szolgáltatás gondolom, de viccet félretéve, egy szabad városban, ahogy Péter Fi Attila fogalmaz, ott a képviselőnek a véleménye az elhangozhat, főleg, hogyha sok embert képvisel, már pedig a közlekedés ügye az az egész várost érinti, erről szólt a felszólalás. 18 helyen számoltak útfelbontást, kordont olyan helyeken is, ahol már nem dolgoztak, mondta a képviselő. Ezért kérte, hogy a szeptemberi iskola kezdésre tüntessék el ezeket. Így történhetett az meg, hogy mára el is tűntek itt a Nagy Lajos Király úton azok a táblák és kordonok, amik akadályozták a közlekedést. Nincs ilyen szerencsék viszont a kertvárosiaknak, mert a Megyeri úton, a Nagy Imre úton és a Siklósi úton, tehát a főútvonalakon viszont hónapokig még ott maradnak ezek a korlátozások. Kérdeztük, hogy tervez-e valamit a történtek után. Küver János szerint ez még belefért. Lehet, hogy ettől a zenei aláfestéstől vették komolyabban a felszólalást, mert mára eltűnt jelentős része a kordonoknak a városban. Érdemes volt. A pécsi Fidesz képviselője szerint cenzúrázásról van szó. Azt gondoljuk, hogy itt egy nagyon tudatos és nagyon megfontolt elhallgattatása zajlik a pécsi jobboldalnak, és ennek ez az egyik eszköze, hogy a pécsi televízióban nem engednek bennünket szóhoz jutni. Én személyesen konkrétan tudok egy olyan esetről, amikor egy általam rendezett városi rendezvényen a pécsi televíziós tábja kivonult, és leforgatták úgy az eseményt, mintha az csak úgy magától megtörtént volna. A politikust, mint az esemény szervezőit nem említették, az anyagban sem látszik, panaszolta Barkóczi Csaba. A közgyűlési közvetítésről, illetve a zenei bejátszásról pénteken tudjuk megkérdezni az önkormányzati tévét. Végül mutatjuk újra röviden Tolna vármegye legfontosabb híreit. Országos szakmai tanévnyitó Szekszárdon. Tolna vármegyében közel 6000-en tanulnak szakmát. Becsengettek. Több ezer diák kezdte meg az iskolát Tolna vármegyében. Ajándékot kaptak az elsősök. Több mint 360 kisdiák kezdte meg tanulmányait Szekszárdon. Már szedik a szőlőt a szekszárdi borvidéken. Szép borokra számítanak a szakemberek. Szombaton napos csapadékmentes időjárása valószínű. Vasárnap hideg front érheti el az országot. Hatására élénkül estére megerősödik az északi szél, illetve felhősödések zavarják a napsütést. Hétfőn, kedden már napos, kellemesen meleg idő kialakulása körvonalazódik, többnyire 30 fok alatti maximum hőmérséklettel. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!